Az üzletriasztó rendszere jelzést adott a távfelügyeleti cégnek, akinek az alkalmazottja helyszínre érkezett, azonban a bolt bejárati ajtaján nem talált behatolásra utaló nyomot, ezért a hátsó raktárhoz sietett. Tehát február 27-én 0 óra 30 perckor jelzés érkezett a távfelügyeleti szolgálatunkhoz Szerencsegyék bevásárló központjából. A járőrünk 3 perc alatt a helyszínre érkezett, ahol beazonosította a behatolásnak a helyszínét. Tekintettel arra, hogy ő magában nem mehet be az épületbe, ezért szükség volt az, hogy megvárja az időközben kiértesített boltnak az alkalmazottját, majd az alkalmazott megérkezését követően átvizsgálták közösen a raktárépületet, amelynek a sarkában felfedezték az elkövetőt. Vélhetően ugye ő azért nem tudott elmenni a helyszínről, mert a kollégánk biztosította a behatolás helyszínét, felszólította az elkövetőt, az elkövető megadta magát, ezt követően megkérte a boltnak az alkalmazottját, hogy értesítse a rendőrhatóságot, aki szintén perceken belül a helyszínre érkezett, majd a helyszínt és az elkövetőt átadta a rendőrségnek. Milyen gyakran érkezik jelzés betörésre a távfelügyeleti központba? Én úgy gondolom, hogy ennek a inkább preventív hatása van. Tehát maga azok az ingatlanok, amelyek távfelügyeleti állomásra vannak bekötve, nagyobb biztonságban vannak, mint önmagukban azok a riasztók, amelyek gyakorlatilag csak hangot bocsájtanak ki, de előfordul. Hála jó Istennek azért egyre kevesebb. A vétlen riasztás, illetőleg a rendszerhibából adódó riasztások azok sűrűbbek egy picikét. Milyen kötelezettséget vállal a szerződésben a cég, hogy a riasztásról számítva mennyi időtartamon belül érkezik ki a helyszínre? A kötelezettségünk az 15 perc, de gyakorlatiakban ez a 3 és 8 perc között ez a valós tartalom. A 15 percet nyilván azt azért szoktuk megszabni, mert ez a rendkívüli esetekre vonatkozik, téli időjárás, lefagyott szélvédő, egyéb ilyenek, de mint mondom, ez gyakorlatban 3 és 8 percnél több időt soha nem vesz igénybe. A kiérkező rendőrök a férfit a helyszínről, míg társát otthonából állították elő. Információink szerint a gyanúsítottak szerencsi lakosok.